Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtótájékoztatón a megjelent újságírókat és körünkben Gyöngyösi Márton, Európa Parlamenti képviselőnket, illetve a Jobbik elnökét. Székesfehérvárra érkezett az a vándorkiállítás, ami a migránsmunkás kérdéskört dolgozza fel. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez itt helyben nálunk is megjelenjen, hiszen sajnos városunkat is érinti ez a kérdéskör. Itt elég azt is elmondanunk, hogy itt is több százmillió forintos állami segítséggel létrehozott beruházásokkal migránsmunkások számára lakhatást biztosítottak, miközben a székesfehérvári fiataloknak mondjuk egy bérlakás programot lehetett volna ehelyett építeni. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem egy helyi probléma, hanem egy országos probléma. Éppen ezért átadnám a szót Gyöngyösi Márton elnök úrnak, hogy mondja el a gondolatait ezzel kapcsolatban. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait a mai sajtótájékoztatónkon, itt Székesfehérváron is, hogy bemutassuk a székesfehérvári polgároknak azt, amit a kormány jelenleg művel. Ugyanis 2015-16 óta folyamatosan azt hallgatjuk, hogy egy soros tervnek megfelelően Magyarországot ellepik a migránsok, akik elveszik a magyarok munkáját, és megbontják Magyarországnak a kulturális egységét. Ez megy 2015 óta, a 2018-as kampányban is ez volt a kormánypártnak az egyik legfőbb és legfontosabb üzenete. Most erre mit látunk? Hogy jelenleg a magyar miniszterelnök beszél arról, ráadásul a Kereskedelmi és Iparkamarának a éves gyűlésén arról, hogy 500 ezer, fél millió munkást akar Magyarországra betelepíteni, mert hogy munkaerőhiány van. És ennek megfelelően azt látjuk, hogy egymás után jelentik be azokat alapvetően kínai érdekeltségű akkumulátorgyárakat, amelybe Magyarországon már munkaerő nincs, és Ázsiából hozzák be a migráns munkásokat, hogy ezeket a munkaköröket ellátsák, alapvetően nyomott bérér. Hogy mi a probléma ezzel? Hát elsősorban az, hogy a migráns munkások elveszik a magyarok munkáját, letörik a magyaroknak a bérét, letörik a magyar bérszínvonalat, és megbontják Magyarországnak a kulturális egységét, megbontják Magyarországnak a kulturális identitását. És mindezt teszik úgy, hogy a magyar állam ehhez magyar adófizetői pénzből állami támogatást nyújt. Tehát dotálja ezeket a cégeket, hogy ide jöjjenek befektetni. Alapvetően olyan gyárakat hoznak létre, amelyek szennyezik Magyarországnak a környezetét, Magyarországnak a vizeit. A magyar munkaerő elvándorol Magyarországról. Ugye bárki, aki megnézi a jelenlegi statisztikákat, azt látja, hogy 9,5 millióra zsugorodott Magyarországnak a lakossága. Több mint 500 ezer honfitársunk hagyta már el a saját szülőföldjét, és az ő helyükre Ázsiából betelepít Magyarországra a kormány tervszerűen olyan munkásokat, akik alapvetően kínai érdekeltségű cégekben, gyárakban dolgoznak. Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy ez veszélyes. Márpedig azért, mert egy 9,5 milliós országban fél millió ázsiai migráns munkásnak a betelepítése az látható lesz, és Magyarországon nagyon súlyos szociális, akár biztonsági problémákat is jelenthet a jövőbe, mert nekünk meggyőződésünk az, hogy ilyen mennyiségű migránsmunkás betelepítésénél se a betegségek, se a terrorkockázat, se más típusú kockázat nem kiszűrhető, nem megfelelőképpen biztosítható és kiszűrhető. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes terve ennek a kormányzatnak. Azért hoztuk Székesfehérvárra is ezt a vándorkiállítást, hogy a székesfehérvári polgárok is szembesüljenek azzal, hogy a kormány mit művel. A Jobbik konzervatívok viszont elkötelezett abban, hogy ezt a tervet megállítsa. Ezt úgy állítjuk meg, hogy sok önkormányzatban már felhívtuk erre a figyelmet, sőt, határozatokat mondattunk ki több önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy ott helyben
nem épülhet ilyen akugyár, és migráns munkásokat nem telepíthetnek be annak a városnak a területére, ezt így, illetve figyelemfelhívással próbáljuk meg felrázni a magyar polgárokat, és felhívni a figyelmet arra, hogy nem migráns munkások betelepítésével kell a munkaerőt kipótolni, hanem a magyar munkaerőnek kell előmozdítani a saját szülőföldön való boldogulását. Ez pedig úgy kell, hogy hazahívjuk az Európai Uniós forrásokat, azokat lehívhatóvá tesszük Európában, és Magyarországon elindítunk egy bérfelzárkóztatási programot, ami alapvetően az oktatás minőségének a javításáról szól, és a béreknek a felfejlesztéséről, mind az állami, mind a versenyszférában. Tehát bérfelzárkóztatás a magyar munkaerő szülőföldön tartása érdekében, és stop migráns munkások, ezt üzenjük a kormánynak, és ezt szeretnénk bemutatni szerte az országba ezen a vándorkiállítással is.